Gyurica Péter és Kardos Ernő újságírók, és azért vannak itt nálunk, mert megírták Viszkis igaz történetéről szóló könyvet, amiben egyébként exkluzív interjú is van, és ez azért is érdekes, mert ugye a Viszkisről már nagyon sokan készítettek könyvet, még a 90-es években Pégá Judit újságírónőtől kezdve, ugye Fülöp Walter is írt arról, hogy hogyan fogták el, hogy mi az, amiben most 2017-ben valami újat tudunk mondani a Viszkisről. Hát ha lehet, hogy lesznek, akiknek nem újat mondunk, de olyanok is lesznek, akiknek újat mondunk. Mi 2000-ben Ambrus Attilával közösen elkészítettük annak az időszaknak a krónikáját, amikor ő a Gyorskocsi utcából megszökött, addig, ameddig elfogták. Ez egy hallatlan izgalmas történet, és arról a néhány hónapról napjainkban sem nagyon esik szó. Igen, igen, nem arról a szakaszról. Olyannyira nem, hogy biztosan hallottad, hogy egy film is készült a Viszkisről. Igen, erre is akartam kérdezni, hogy nagyjából egyszerre is. A teljes mértékben kihagyják azt, amit egyébként mi nagyon alaposan és részletesen megírtunk. A Viszkis szemüvegén keresztül, tehát aki elolvassa ezt a könyvet, azon kívül, hogy persze szeretném, ha minél többen vinnék és vennék, de ebből olyat találnak, vagy olyat kapnak, ami a Viszkis észjárását mutatja be, azt, hogy ő mit gondolt, amikor lebuktatták, mit gondolt, amikor bement hozzá a kommandó, és lefogta a paprikás krumpli főzés közben. Tehát ezt a részét a filmből is kihagyták, a könyvben viszont benne van elég részletes. Igen, ezt írjátok is a főszövegbe, hogy ugye teljesen függetlenül készült a filmtől, tehát akkor azért ebben olyan pluszok vannak, amik a filmben nem lesznek benne. Hát természetesen, tehát ugye az történt, hogy megvolt ez a bizonyos 2000-es alapanyag, és ehhez képest azt mondtuk, hogy csak úgy van értelme leporolni azt az anyagot, hogyha összetudjuk foglalni, hogy mi történt az azóta eltelt majdnem 20 perc alatt. Tehát, vagy 20 perc, 20 év alatt. 20 év alatt, igen. 20 év alatt. Most milyenek voltak a börtönévek, és hát ahogy én ezt mondani szoktam, hogy hogyan lettem tisztességes ember, vagy hogy lettem bankrablóból kerámia művész. Tehát, hogy ez a változás mit jelent. Voltunk például... Mennyire könnyen nyílt meg nektek egyébként? Mert azt látjuk, ugye, hogy ő azért szívesen nyilatkozik. Egy nagyon jó személyiség. De... Nagyon könnyen köt ismerettséget, de mondjuk, hogy ha oda megy valaki egy kerámia vásáron hozzá, egy perc alatt megtalálja minden korosztállyal, és minden, tehát az értelmiségivel, a gyerekkel, a mindenkivel megtalálja a közös hangot egy percen belül. Arról nem beszélve, hogy az emberekben van egy természetes kíváncsiság, hiszen ilyen misztikus dolog, majdnem azt mondom, olyan misztikus, mint hogy milyen egy tévéstúdió, tehát milyen egy bankrabló. Nekem egy 8 éves kisfiam van, aki ugyanúgy mondtam, hogy megyünk egy bácsihoz, kihez. Hát ő egy bankrabló volt. És egyébként egy más milyen belül. Volt a börtön előtt, mint után? Felszabadult volt, nem? Felszabadult volt? Abszolút. Nem hagytak abszolút. Rajta. Mi egyébként voltunk bent a börtönben is nála. Tehát ő tudta és érezte, hogy mi végig akarjuk követni az életét. Hát nyilván nagyobb állomásokon keresztül. Azt kérdezted, hogy hogyan kötöttünk vele barátságot, vagy hogyan alakítottuk ki a kapcsolatot. Például én azt vállaltam magamra, hogy egy teniszpartiban megvérem a tudásomat vele. És jó, tehát játszott, nagyon jól, én megmondom őszintén. Hát azt gondoltam, volt, hogy azt gondoltam, hogy 12-13 évet ült, és akkor biztosan nincs edzésben, de amikor elkezdtünk játszani, akkor láttam, hogy itt szorul a húrok. És meg is vehet sajnos, és elbuktam egy üveg viszkit. Úgyhogy, tehát tényleg közel kerültünk hozzá, nem azt mondom, hogy baráti, de hát majdnem barát. Amennyire egy újságíró, és egy börtönviselt ember kapcsolatot tud keresni, találni. Hát igen, ez látszik egyébként ebben az interjúban is, ami benne van, hogy azért ő beszél arról, hogy a gyerekkora, mint egy predesztinálta erre, hogy vagy sportoló lesz, vagy bűnöző, ugye nagyon nehéz körülmények között javítóintézetben is élt. Hogy ezek, akkor ez ennek köszönhető a sok teniszpartinak beszélgetésnek, igen. Igen, hát a lakásán is voltunk, megmutatta a cserepeit, hogy csinálja, ott van a két kutyája. Igen, feleségével megismerkedtünk, tehát eléggé tényleg beavatott a bizalmába. Szereti az újságírókat, szereti a nyilvánosságot, bár azt gondolom, hogy van egy határ, amikor lezárt. Tehát a privát szférájában nem érezhető. De egyébként az is kiderül ebből a könyvből, hogy
Anna ugye neki volt egy mítosza, hát ugye tudjuk, hogy egy kultikus figurává vált, ami egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért, hiszen hát, hogy ő maga mondta egyébként egy tévéinterjúban, hogy nem normális ez a társadalom, amelyik a bankrablónak drukkol, és nem a rendőröknek. Csak ugye itt még azért is érdekes, mert ebből kiderül, hogy ő egy igazi közönséges bűnöző volt. Tehát ő fejbevágott fegyverrel egy nőtől, de nem az, akiről anno úgy gondoltuk, hogy ő elegánsan megissza a viszkijét, olyan kis kedvesen elkéri a pénzt. Tehát hogy alakulhatott ki ez a mítosz? Ő volt a jóképű erdélyi szegény fiú? Én ezzel nagyon sokat gondolkodtam, éppen most, amikor beültem ide a stúdióba, és az jutott eszembe a filmnek is a titka, hiszen már majdnem 100 000-en megnézték, sorolnak az emberek, hogy megnézzék a filmet, hogy ez a film, ez a könyv, nem csak ez a produkció önmagában. Ez a rendszerváltáskori Magyarország. Hát gondoljunk bele, 1993-tól 2000-ig, amikor átalakult a rendőrség. Az a rendőrség még nem a mai tekes, meg nem tudom milyen rendőrség volt. Hát ő mondta is, egyébként azt használta ki ezeket a biztonsági hézagokat. De erre gondoljunk, hogy azok a körülmények milyen voltak. És mi nagyon hajlunk arra, hogy a mai szemüvegen, a mai igényeinken, a mai elvárásainkon keresztül ítéljünk meg jót és rosszat. És nem akarjuk ezt a mitoszt elfogadni vagy megérteni. Tehát látom a közösségi oldalon is, hogy pro és kontra, milyen szenvedélyes hozzászólások vannak Ambrussal kapcsolatban. Fogadjuk el, hogy 1993 a rendszerváltás után voltunk még néhány hónappal. Minden átalakulóban volt. Igen. Akkor... Hát előtte nem, a szocializmusban nem szoktak bankot rabolni. Biztosan igen. Volt egyébként bankrablás. Igen, csak ugye tényleg az érdekes, hogy egy ilyen modernkori Robin Hood lett, csak hát ugye Robin Hood, meg Rózsa Sándor, ők azért egy... Ezt próbálta a György megfejteni ennek a titkát. Igen, ezt sokan próbálták megfejteni. De őneki valószínű sikerült is valamennyire. Tehát azt gondolták az emberek akkoriban, hogy a viszkis, a nevembe elveszi a hatalomból a pénzt, és esetleg majd visszacsorgatja. Hát az más kérdés, hogy senki nem kapott belőle, és leginkább ő költött. Igen, el, hát ugye pont ez a kérdés, de... hogy egy hát Robin Hood esetén, igen, pontosan. Bankrabló ő egy bankrabló, igen. Tehát, és ezt ő nagyon tisztességesen vállalta. Tehát elvállalja azt, hogy egy bankrabló volt, bűnöző volt, kéri, hogy vegyék tudomásul, hogy 13 évet börtönbe ült, tehát megbűnődött, és ugyanakkor nem is tud ebből a skatujából. És soha nem akarta magát se Robin Hoodnak, se Rózsa Sándornak, ő nem akarta. Senki nem megmentőjének nevezni. Valószínű az emberek és most sem akar viszkésként szerepelni, ez világos, de nem tud kitörni ebből a skatujából. Hát az egy másik kérdés, ugye mondhatnánk, hogy ez az ő tragédiája, és tulajdonképpen az Ernő ezt nagyon szépen, finoman ki is hozta belőle, hogy miközben ő egyre inkább azt szeretné, hogy a kerámiáit azért vásárolják, mert szépek. És az emberek azért mennek oda hozzá, mert ő a különleges. Igen. Mai napig igen. Is, tehát igen. Kíváncsiak rá az emberek. Amikor bemutattuk a könyvet, akkor tele volt a könyvesbolt. Alig lehetett beszélni. Az utcáról néztek be az emberek, megálltak, és akkor megláttam, és akkor látszott, és amit ugye ő is érelmez, hogy a mai napig viszkésként, tehát Ambrus Attila az nagyon ritka. Egyrészt érelmezi, másrészt nem tud másból élni. A viszkis. Tehát meg tud élni, a cserepezésből meg tud élni, tehát karámiákat de készít. Ez a kettő de ez ugye ez is összefügg ezzel, hogy ti is mondtátok. Hogy ő a viszkis, van egy története. Ugye hát azt tudjuk, hogy Amerikában is megjelent róla egy könyv. Amerikában is akartak filmet készíteni róla, mert olyan extrém a történet. Egyébként a könyvről még annyit, hogy szerintem, és tényleg nem kaserolni akarom, hogy ez olyan értelemben alapmű, hogy szerintem a film is ez alapján készült, vagy készülhetett ez alapján is, és az amerikai könyv is ez alapján. A Rubinstein nevű úriember, aki egy amerikai újságíró, eljött igen, ide, és mi hurcoltuk körbe, egyébként miért ti ketten, ti jóban vagytok? Mi vagy jó barátok voltunk a rádióban. Igen, a rádióban dolgoztunk, és még egy dolog tudható, hogy egyikünket se érdekelte a rendőrségi hírek. Egy fikarszint sem. Tehát a balesetek, tűzesetek, mit nem tudom, mi van még. Igen. Gyakorlatilag teljesen úgy jött, hogy közösen szerkesztettünk a TV2-ben ilyen Jó Estét Magyarország című műsort, ami nagyon népszerű volt annak idején. És miután minden napra, vagy minden hétre, vagy minden hónapra jutott néhány viszkis történet, betört, becsaltuk az ügyvédjét. Olyan sokat kezdtünk foglalkozni vele, hogy azt hiszem, hogy mind a kettőnket az érdekelt, hogy ki ez az ember, mint ahogy a magyar társadalmat is ez érdekel. És ki egy praktikus dolog, hogy azért akkoriban
ugye akkor már újra elfogták a szökése, az Üllői úti 46, illetve 51 milliós rablása után volt, tehát abszolút topon volt iránt az érdeklődés, akkor már voltak kereskedelmi tévék, mi a TV2-nél dolgoztunk, tudtuk, hogy az a kereskedelmi tévé fog nyerni, amelyik előbb tudja megszólaltatni a Viszkist. És ugye akkor az ügyvédjén keresztül lehetett kvázi vele kommunikálni, és akkor letettünk egy ajánlatot, amiben természetesen benne volt az exkluzív televíziós megjelenés, de tettünk mellé egy ajánlatot egy könyv készítésére is. Ebben a versenytárgyalásban nyertünk. Azóta újságíróként, azóta sem foglalkozunk szerintem bűncselekményeket, a bűnügyhíreket, mert nem, az nem érdekel bennünket. A személyisége és a társadalmi jelenség. A társadalmi jelenség kapcsán egy utolsó gyors kérdés, a lejár az időnk mindjárt, csak hogy ha már ugye kialakult ez a kultikus kép, ha már ő nem tud ebből kitörni, mennyire lehet ő esetleg egy olyan fajta példakép, hogy hogyan lehet visszaintegrálódni a társadalomban, hogy hogyan lehet új életet kezdeni? Illetve ti is írjátok itt a főszövegbe, hogy 37 ezer forinttal szabadult, és tulajdonképpen gyakorlatilag a hajléktalan szálló lett volna az egyetlen megoldás, hogyha nem... Nincs benne annyi akarat erre, hogy valahogy talpra. Szerintem ez egy nagyon jó kérdés. Amikor kijött a börtönbe, akkor 1000 felé szedték a Viszkist. Azok az emberek, akik hivatásszerűen foglalkoznak a reintegrációval. Tehát, hogy hogyan lehet a börtönből becsületes emberként, hogy mondjam, visszahelyezni a társadalomba a bűnözőt, és hát őt sikerült, de az ő titka az volt, hogy ő akart becsületes lenni. Hát az egy és minden lehetősége is megvolt. Valóban 37 ezer forintja volt, de volt egy családja, akiknek a tagjai szívesen fogadták, kapott szállást, és a többi, és a többi. Tehát, hogyha ő visszakerül a hajléktalan szállóra, akkor biztos, hogy egy hét múlva, két hét múlva megpróbálja. Igen, ez az egyenes út visszafele. Viszont a család megtartotta. Az Ambrus nagyon tudatosan készült a börtön évek alatt is, a börtön utáni időre. Elvégzett egy főiskolát, leérettségizett, elvégezte a főiskolát, nyelvet tanult, és kitanulta a kerámikus mesterséget. Köszönöm, bocsánat, félbe kell szakítanom, mert kezdődik a híradónk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Kardos Ernőnek és Gyurica Péternek, és a kedves nézőknek köszönjük szépen a Heti TV Pirkadat című műsorát látták, és ma vagyunk egy évesek. Úgyhogy boldog születésnapot kívánom mindannyiunknak. Boldog születésnapot. Egyen úgy.